első körben a biztonság, amit nagyon fontosnak tartok. Nagyon sokan elfelejtjük azt a dolgot, hogy motoron csak két kerék van. Van egy szabályzó, ami szabályozza az első fékre, első kerékre tervezett fékhatást, és van egy szabályzónk, ami a hátsó fékre jelentő fékhatást szabályozza. És ezekben annyira bízunk, hogy gyakorlatilag még elfelejtjük azt, hogy ez csak két kerék. Igen ám, mi van, hogyha valami történik, ami baj? Akkor mit teszünk? Felelőtlenségünk az, hogyha túl gyorsan megyünk, hogyha túl nagyon eszetlenkedünk, és valaki miatt, akik nem mi vagyunk, akik motorozunk, hanem mondjuk egy másik ember, olyan helyzetbe kényszerülünk, hogy hirtelen kell használnunk akár az első, akár a hátsó féket egyaránt, vagy talán még bármi mást is. Vajon tudjuk-e? Tudjuk-e mi az, hogy vészfékezés? Tudjuk-e, hogy kell megállnunk gyakor előtt, ami hirtelen felbukkanik? Ki az, aki motoron már csinált vészfékezést? Ez legalább a 34% a csapatnak, ez nagyon jó. A vészfékezésnél, ami megdöbbentő hatás lehet, hogy autónál nem veszük észre, a biztonsági őr megfog bennünket, de hogyha motoron csinálunk egy vészfékezést, ott ami legelőször megdöbben bennünket, ha jól csináljuk a vészfékezést, hogy a karunk és a bálunk, a csuklunk, a könyökünk az oly szinten nyomja meg az egész hátunkat, hogy attól fogunk megijedni. Meg attól, hogy a motornak a súlypontja annyira előre bukik, hogy csinálunk egy ilyet. És miért egy ilyet csináltunk egy vészfékezéstől, hogy betéptük az első fékot, tudtuk. Miért ilyet csináltunk, pánikba esünk, mert az egész dolog, amit láttunk a szemünk előtt, baleset, egy pattogólabda, utána meg a pattogógyerek, bármi, máshova kerül, és nagyon hirtelen, és nem készültünk fel erre. Ha tehetitek, mindenképpen keressetek lehetőséget arra, hogy a vészfékezést gyakoroljátok. Mai motorokon nem tudjátok már azt megjátszani, hogy az első kereket megcsúsztatjátok kicsit, az aszfalton, régi motorokon, meg ABS nélküli motorokon még meg lehetett, de mindenképpen hatalmas élmény. Nem fog tőle elromlani a motor, nem fog tőle szétdurranni a fékcső, nem fog elkopni a tárcsa, nem fog kilukadni a féknyerek, semmi nem történt, de próbáljátok ki, milyen érzés az, hogyha motorral, hogy 30-ről, 50-ről, meg 70-ről rettentő hirtelen azonnal meg kell állni, próbáljátok ki, hogy milyen. Lehet, hogy kicsit, hogyha egyébként nem nézem ki senkiből azt, de hogyha én szárgódozós típusra nem, akkor lehet, hogy is rágyomolt a dolgot, hogy nem biztos, hogy meg tudunk állni olyan gyorsan, mint ahogy a fékünkre ezt ígérte a... Ez biztos, hogy nem tudunk. Elég valószínű, vagy hát nagyobbat kell hozzá. Ha már motorozunk, ha már elmegyünk a bevásárlóközpontba kenyérért, tejért, tudom én akármiért, cellofánért, befőttes üvegért, és mindenképp motorra kell mennünk, mert az autónkban nincs benzin, nincs akkumulátor, elvitte anya, elvitte apa, és mindenképp motorra megyünk, tegyük meg azt a kis luxusos szálljunk rá 5 percet, és vegyük fel azt a ruhát, amiben egyébként motorozunk. Nagyon sok balesetnek kimenetele az súlyos sérüléssel jár azért, ez csak leugrok ide a boltba, csak lefutok cigiért, csak lemegyek tankolni, csak lemegyek a cimborámhoz, és nem veszem fel azt a ruhát, de egyébként megvér, felveszem a kis melegítőmet, farmeromat, sportcipőt, mert menő is, jól is néz ki, indulok abba, majd jön valami közlekedésben résztvevő olyan ember, aki nem figyel arra, hogy mit csinálunk, és előtt bennünket, elesünk a motorral, nem a mi hibánkból, mi csak 30-an megyünk, oldalról telibe bombázza a blokkot. Hát amit leginkább ilyenkor tehetünk, az, hogy elesünk. Ugye nincsen más esélyünk, hát hogyha melegítő van rajtunk, meg farmer, meg rövid nadrág, ne adj Isten, strandpapucs, ilyet is sokat látni, vagy szokni szandál, akkor ott elég nagy a sérülés komoly veszélye, ami tényleg egy 5 perces ötlés el lehet kerülni, akkor, hogy ha már felveszem azt a ruhát, amiben egyébként nem baj, ha melegen van, vagy menjek gyalog. Amúgy is, hogy okosan közlekedni. Itt van az. Jobbá... A fékezésre kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az első hátsókjúbálányáról jött annak használata, hogy felszoktam meg. A vészfékezésnél is... Nagyon-nagyon sokat tudok róla beszélni, hogy ne akar. De elnézést, szívesen beszél felszok. A
Hogy a vészfékezésnél a motorunk súlypontja az jelentősen az első kerekekre hárul. Nem készültem semmilyen prezentációval, semmilyen képpel, de az olyan meg makarok a tükörre, után néz neki, de ha a motorunk egyébként vízszintes, hagyja blokk a motort, miért csinálna vészfékezést, a motorunk az ilyet csinál. Bang! Az első keréken sokkal több a terhelés, mint a hátsó keréken. Mit jelent ez? A hátsó keréknek az aszfalthoz, az aszfaltra átvesz ereje az megcsökken, lényegesen megcsökken. Tehát még egy hátsó fékezéssel a motort lassítani tudom, ugyanolyan szintű hátsó fékezéssel, ha az elsőt is megosztam szinte blokkolóra, hátsó féken meg fog csúszni az aszfalton, mert nincs akkor leszorító erőm. Az első féken viszont iszonyatosan megharapja a motort, onnantól az első guminak a profilja, az gyakorlatilag így összemegy. Ezt ilyen lassított felvételeken nagyon jól lehet látni, elközelni kicsit nehéz, de tényleg összemegy. Láttam már több ilyen felvételt, mihelyest ilyen rész nélkül húzom a féket, összemegy a profilunk. Onnantól fogva a tükörre érvezom, nem ugye? Onnantól fogva a gumi profilunk, az első gumi profilunk, ez egy ilyen nagyjából félkör alakú. Az nem ilyen lesz, hanem egy ilyen nagyon-nagyon ovális alakú lesz. Sokkal hatalmasabb felület fog taparni az aszfalton. Addig a pontig, amíg az aszfalton nincsen valami, ami miatt ez a hatalmas tapadást elveszthetnénk, onnan viszont nincsen megállás. Tehát mi az első kerekünk egy kicsit a hatalmas tapadást elvesztve megcsúszik az úton, elfordultunk vagy balra, vagy jobbra. Vészfékezésnél ész nélkül be kell húzni az első féket, ész nélkül, addig a pontig, amíg az ABS-ünk elkezd működni. És ABS nélkül? Akkor is. És ehhez kell a gyakorlás, hogy meg tud neki tapasztalni azt, hogy mi az, milyen, amikor ész nélkül belekapaszkodsz a fékbe. Ugyanis amikor megcsúszik az első kereked a motoron, egy kicsit a motornak a két első villája, a függőlegeshez képest elmozdul balra vagy jobbra. De mihelyest elenged a féket, visszaáll, tekintettel arra, hogy fogunk az ilyen. Tehát oldalt is, akkor is tapad a motorunk, hogyha nem így ülünk rajta, hanem így fekszünk a földhöz képest, tapad a motorunk bármilyen furcsa is. Tehát mihelyest az első kerék blokkol, vagy csúszik egy kicsit, ha elengedted a féket, akkor visszaálltunk egyenesbe. És ezt kellene... Hát ez már inkább politika, azt nem is mondom. Nagyon jó ötletnek tartanám, hogyha valaki véghez vinne egy ilyen projektet, hogy minden motoros vezetői engedélyt megszerző embernek kötelessége legyen a vészfékezést megtanulnia. Ehhez szeretném is hozzászom, hogy volt alkalom egy ilyen tréninggel részt venni, ahol 60 km/h órával kellett az ujjánál megállni vészfékezéssel. Ilyen 10 méterekkel lehet benézni a 60 km/h óránál. A harmadiknál még mindig volt benne egy ötös. Igen. Hogy hol áll meg a motor, nem megmutatták, hogy hol kell megállni. És akkor igen, ezt a 10 méter az nagyon hosszú tud lenni, hogy veled egy autó van. Ezt olyan 30-as sebességről szoktuk kezdeni, 30-as sebességről. És úgy szoktuk gyakorlót adni, hogy nézd meg, hogyha két lerakott terelőkútnál itt fékezzél 30-ról, nézd meg, hogy hol álltál meg, bum. Aztán 40-ről, 50-ről és így tovább. És hogyha már rájöttél arra, hogy nagyjából mekkora fékutat van vészfékezésnél 30-40-70-ről, 60-ról, akkor tudni fogod azt, hogy milyen távolságra számítasz, hogy meg tudjál állni. És a következő lépés ennek az, hogy ott van 2, 3, 4, 6, 8, 10, 120 kirakott terelőkút, ója, és áll meg előtte 40-ről, 50-ről, 60-ról, és terülsd el, hogy hol fékezel. Ehhez persze tudnod kell azt, hogy a te motorod mire képes, az ABS-et hogy működik, milyen motorról beszélünk, egy Harley-ról beszélünk, ahol az ABS kicsit kardog, de megfogja, nyöszörök, nem alatt találták ki, beszélünk egy FIR-ről, az FIR-eken az ABS-ek már megint nem úgy működnek, mint egyébként a Hondákon, és minden motornak más. Ezért minden típusnak más az ABS rendszere, mert nem minden motor egy gyártótól veszi ABS-eket. Ezért kellene, hogy mindenki megtudja azt, hogy hogy kell részfékezni a motorra, mi az a csúszás határok, hol meg tudunk állni. Úgy lekiszökkentem magamból. Igen, az is érdekes, hogy egy kis bazartal fel van itt. Akkor ne azonod fel. Akkor ne akarok ez itt a közelbe kutnál szokott előfordulni. Ott ilyen a bazartos, igen. Most az. Ott tartok,
Megírtál, hogy négy ötvenszerelés, amiket ezt nem szabályozott, hogy nem tervezték. Tervezték bevezetni a védőfelszereléseket, csak igazából nagyon nehéz azt a kategóriát elválasztani, mi az, ami kell, és mi az, ahol nem kell. És még egyszer senkit nem akarok bántani. Egy TSMZ-vel, ami tud 125 köbcentit, 123,8-at, mit tudom én, arra minek szabályoztak egy védőfelszerelést, hogy gyakorlatilag arra aztán kiépül az erdőre, és ott megyek bele. Kényelmetlen. Nem lehet kategóriát húzni, nem mondhatjuk azt, hogy 30 lóerő felett kell védőfelszerelés, 30 alatt nem kell védőfelszerelés. Azt sem mondhatjuk, hogy 50 köbcenti felett motorra kell védőfelszerelés. Hiszen gyakorlatilag, ha belegondoltok, 50 köbcenti felett van egy riga, egy bármilyen ilyesmi motor, amivel nyilván olyan gyakorlatilag lelépek róla, és akkor megálltam. Tehát ezt a kategóriát itt nagyon nehéz meghatározni. Volt egy ilyen terv, ilyen szándékoltság, nem sikerült még, de van rá akarat, hogy valami legyen. Tehát szabályozzák nagyon tornál azt is, hogy X jogosítványra csak X köbcentig legyen. Azt szabályozzák. És akkor valamit, akkor miért nem tudja legalább oda kötni a védőfelszerelést? Mert 120 köbcentit, mert köbcenti ez van a jogosítvány. Mert azért 125 kilóval nagyon lehet esni. Tehát bár kell, hogy tudja, hogy kell. Rita már úgyis lehet. Lehet. Lehet esni bármiben nagyobb, de gyakorlatilag egy Simpson B51-jel édesapám kimegy a hegyre, azt kiviszi a mit tudom én a kis kosárkájával diót, akkor neki ne kell már felvenni azért egy bőrruhát, hogy árbeleszt. Ugyanezt mondtuk annak is, hogy a kosisebbre is, hogy most egy állára vagy babettára ne kelljen a kosisebbre, de mégis kell, és valahol nem hülyeség, sőt a biciklire is kell. Tehát igazából majdnem, hogy a biciklire is azt mondom, hogy valami komolyabb védőfelszerelésre kellene biciklizni, hiszen ha eltalál az autó, akkor lehetünk megúsztunk, ha volt rajtunk a tekerőt. Igen. Ezt a biztonságért is kötelező az autóba, tehát valahol hülyeségnek tartom, amit te is mondasz, hogy tényleg a gyorsasági motorra látnak az emberek, és tartnak, hogy sem minden rá. Igen. És utána megrakják össze az orvosokat. Próbál meg ezt a szabályozást letolni a járdrényi torkán, aki kerékpárra felül, és disznőlés közepén 9 óra 38 perckor elmegy a boltba gázpalackért. Hogy vegyen fel magára mérőfelszerelést. A gázpalackra visszállítanak, hiszen az veszélyes. Hát akkor hozom sört, illetve hozom szódát a fröccsőhöz a kérnek. Nem lehet külön választani a kerékpározási és motoros fajtákat, hogy valaki csak a Tesco-ba járásra használja a motorját, vagy egyébként túrázni használja a motorját. És még ott sem lehet különbség, mert több embert ismerek, aki 80 köbcentis motorra az országot bejárta, sőt, nem csak a mi országot járta be. Szándék van rá, még nincs le megoldás. Jó lenne ezek mellett. Jó ez a film. Ez. Bár motor hasonlít össze, de nagyon jól tud lenni. Ki kéne próbálnotok ezeket tényleg életbe? Olyankor, amikor valaki elmondja, hogy mit tegyetek, akkor kívülről látja valaki, hogy mi az, amit csináltok, és mi az, amit jól csináltatok, és mi az, amit nem csináltatok jól ahhoz. Hogyha tényleg van valami, akkor meg tudjatok úgy állni, hogy a legbiztonságosabb. Van egy külön, hogy ti elcsosznátok, vagy elbombáznátok valakit. Ne adj Isten, hogyha úgy kell vészfékezni, hogy a megállási határpont előtt egy akadály kell még kikerülni, akkor ki tudjátok azt is. Sajnos legtöbben autóval sem tanultunk meg vészfékezni, hiszen kiemlékszik olyan, hogy a B kategóriás jogsi megszerzésénél azt mondta a oktató, hogy most tapostol a fékbe, úgyhogy tudsz. Én is kapott volna. Történt ilyen? Nem történt ilyen. Miért nem történt? Nem történt ilyen. Tehát például ezért igen. De ott is teljesen más, amikor rá kell ugrani ész nélkül a fékre. Valamiért nem nagyon szoktuk ezt. Nem nagyon merjük megpróbálni, pedig fékperel nem fog elgördülni, fékcső nem fog szétdurranni, a szervó az nem fog tönkre menni, a tárcsa megint csak nem fog eltörni, nem történik semmi, hogyha ész nélkül rálépünk a fékre, főleg, hogyha már lekopott a gumifelületünk, autóról beszélek, lekopott a gumifelületünk,
úgyis lecseréljük, próbáljuk már ki. Mi, amikor bikából, ész nélkül, teljesen kopon, lekopadjuk azt a pedált. Kicsináltam már, kigyakoroltam. Néhány ember. Az volna jó, ha mindenki azt mondta volna, hogy hát ez a kicsúly, már tanult, gyakorolt. Amíg saját magunk nem teszünk a saját biztonságunkért ilyen dolgokat, addig hiába is várjuk, hogy az autót vezetők majd lesznek értük, amit nem fognak, hogy miért tenni. Kérdésem, a megállással, a parkolással szerintem mindenki küzd vele, de lehet, hogy csak én. Füleden vagyunk, nincs kijelölt motorparkoló, nem tudunk beállni, ahol az autóparkoló tele van, és rendszeresen megy az akadás, hogy ne álljunk se a járdán, se ahol a kikötő bejáratoknak van. Szerintem járdán... 50 ezer a Londonnak, egy 50 ezer a kikötői bejárat. Igen. Ez közelállásás szerintem. Önkormányzati területnek minősül, nincs kitáblázva, és az önkormányzat meg nem figyelmezteti az ott járatot. Az legalábbis nekem 50-ben fájt volna. Mert ugye most lehet, hogy azt mondjuk, hogy a kikötő bejárata miatt mondja, egy tök jó helyen motoroknak, de mondjuk ugyanott a biciklijút, illetve ott a hosszából járva is. Nem azt mondta a rendőr, hogy betem a motor, akkor nem szólhat ezt ott sem. Ebben mégis kaptam a csekket. A rendőr nem szól érte. Tudnotok-e, hogy ami a közlekedésünket szabályozza, az a KRESZ. Na de ezen felül bármilyen más jogszabály, egy önkormányzat, egy rendelet, bármi, ezt szigoríthatja saját területén. Hát onnantól fogva, hogy megépítette az utat az önkormányzat, lakott területén kívüli főutak, az államokat kezelői, lakott területen belüliek az önkormányzaté. Azokon belül bármi utakat, területeket megvehet, sajátja lehet. Ott ő bármilyen szabályt alkalmaztathat azzal, aki ott közlekedik. Igen, csak ez a kérdés. De is kell kitáblázni? Nincs kitáblázva. Nincs kitáblázva. És ez az egyenlőkötetek. Igen, aki ott van. Így van. Tehát a vége az, hogy a polgárok hivatalban majd pereskedhetünk. Pereskedhetünk. A rendőri eljárásból elvileg, ha azt nem úgy motoroztam be a parkolóba, akkor nem büntetek. De hogyha betoltad a hardilat, akkor semmi gond nincsen vele. Hát nem fog megtörténni. Miért nem? 300 kilóval. 385 kilóval az enyém, illetve amit éreztem a bőségen. Az autópályán történt meg velem, hogy vittem föl, ha már tolásról beszélünk, de minden motor lehet tolni, van az elvetem. Vittem föl szervizbe, és nem volt túl sok benzin a tankba. De hát úgy fönnhagytam, mert valamit csináltak vele. Nagy szerviz, bármi is volt. És hát szétszették a motort, ezért rögtön nullázódott, aztán nem tudom, hét múlva, kettőben mentem felé, és mondták, hogy kész van, tessék, hamarom, szuper. És nem volt a fejemben, hogy nem volt a tankba benzin, azt csináltam, hogy akkor menjünk haza. Ezt neki is indultunk haza, és kiírta a kis visszaszámláló, hogy tudom én, 360-70 km van hátra. Hopp, mondunk tele a tank. Hát ugye, azon biztos megtankolták, mert rendesek. Neki is indultam úgy, ahogy kell. Aztán az M7-esre kiírve, furcsa volt, hogy a kilométerenként a megtehendő távolságom az csökkent 20-szal. Hát biztos majd beállítjuk a benzin vagy ilyesmi. Nem, ez nem történt meg. A motorom... 7 kilométernek. Nem, jól láttam, megnéztem, ennyire azért nem vagyok amatőr, jól láttam én a dolgot, csak tényleg oly szinten gyorsan számolt vissza, hogy egyszer csak elfogyott, és azt hittem, hogy nulla. És megálltam, ott alattam az M7-esen. De láttam már, hogy mol. Az jó messzű a lát. Én is úgy éreztem. És emeletétől. Így van, hát mit tehet ilyenkor az ember? Gondoltam, hogy egyenruha az majd megvéd, pedig nem. Gondolhatok ilyet, nem is védett meg, nem is volt rá szükségem. A leállóság felé húzott be, mondom, önindító, benzinkút, ez volt a fejemben, önindító, benzinkút. Kicsit még döszögött, majd úgy teljesen megállt. Mondom, akkor ennyi a dolog, és a benzinkút beállta, az olyan 50 méterre volt tőlem. Leszálltam a motorról, széljen szemre, a
az autópályán, leálló sávon elkezdtem tolni a motort, és arra gondoltam, hogy ilyen rúgol rajtam, mint a kollégám. És arra gondoltam, hogy ez mekkora ciki egyébként, hogy egy ilyen rendőrségi motort, egy ilyen rendőrségi ruhába öltözött ember tol, és hogy a benzinkút fele. Gondoltam, hogy mert egyébként, hogy meleg a sisak, meg ugye hát lihex, 385 kg beszélünk, fölhajtom a rostét. Nem, az még nagyobb égés, még csak azt látják, hogy fehér sisak valaki tolja, de hogyha felhajtom, hát megismer valaki, sokkal cikibb lesz. Felküzdöttem azt a motort azzal a 385 kilóval, nem vagyok egy erős fizikumú ember, de sikerült felküzdenem, de néha hajt a tett vágy azért, mert tegyél valamit. Figyelj, az történt, hogy a motor, amit használok, úgy érezte, hogy a benne lévő benzin az etalon, és ahhoz képest kell számolni a távolságot. Ezért az a másfél liter benzint, ő úgy gondolta, hogy az több elhozja 370 km-re. Nem sikerült neki. Úgyhogy lehet tolni, bármilyen motort lehet bármilyen tolni, megfelelő technikára, ha eszköl, kiváló technika motor felállításához. De még ebben vannak barátok is. Még ebben vannak barátok, így van. Ezt hallottam ilyet, hogy voltatok pára, mondtatok ilyet, ilyen vezetéstechnikai tréningre részt vettetek. Nem butaság, mindenkinek ajánlom. Ettől függetlenül, hogy én is dolgozom egy ilyen civil szervezetnél, mindenképpen ajánlom. Amelyik ötük volt már, azt tudja, hogy miért jó. Mindenképpen jó. Olyan dolgokra derülhet fény, hogy megtanulhatjátok a motorotoknak a határait, anélkül, hogy elesnétek vele, hogy össze kelljen vele veszni, hogy csógáz kelljen, ugyanis nem fog leírni a kuplunk, nem történik semmi, egy dolog történik, ki kell fizetnetek a pénzt arra a napra, amit egyébként egy ilyen szombat reggel 9-től délután 5-ig elmotoroznátok valahol. Aztán megálltok ebédelni, megálltok fagyizni, inni egy citromos gösszert, vagy valamit, körülbelül az a pénz össze is jön, mint amit egy ilyen napos képnapos kérdés fordítok, és teljesen más szájízzel ültök fel a motorra úgy egy képnapos képzés végén, de utána 3-4-kor, mert ilyen beszett nagy káosz a fejetekben. Tehát azt se tudjátok, hogy miről volt szó. Míg egyszer csak jön egy alkalom, mikor használni kell azt, amiről szóltatás, és akkor meg, hogy de jó, hogy ott voltam, nem is csak milyen jó volt. Vannak ilyen tervei. Nem reklámozok senkit. De mindenképpen ajánlom neked egy ilyen. Álláskor kívül le kell cserélni a fényfolyadékot, utána a hátsót. Én is a hátsót azt nem használja senki gyakorlatilag, mert mindenki is használná. Eddig is használ. Úgyis kisebb a tárcsa, úgyis mi a fenének az, úgyse jó semmire. Gyakorlatilag használtuk, csak nem ebben a formában, hogy nem jutottad. Ezt a részét nem ismertük. Jó az a hátsó fék, hogyha nem volna fontos a hátsó fék, akkor gyakorlatilag azok a motor versenyzők, akik körpályákon motoroznak ész nélkül, ők se használnák. Sőt, nem is volna azok a motorok a hátsó fék, mert minek rá súlykönnyítésnéket levennék. De hogy nem, sokkal fontosabb az, mint ahogy hiszünk. De ezt ki mondja el nekünk a jogos megszerzésénél senki? Hátsó féket mikor használunk a jogos megszerzésénél? Mit tanulunk róla? Rögzítő fék. Micsoda? Dehogy is, teljesen már. Nem arról szól. Oktatási rendszerünket Magyarországon átszervezni szerintem nagyon jó lenne, de ez privát véleményem. Ezt úgyis le fogunk tagadni, ilyen is vettétek fel. Mindegy. Hát azt mondom, hogy ilyen statikus öreg miatt nem én mondtam. Jó volna átszervezni, nem tudom, nagyon sok fontosabb más dolgoknak lesz szabályozással kapcsán, mint például még ez is. De hát, majd egyszer sor kerülve. Egy dolgot nem mondtam még, ezt akartam, pedig bocsánat, aztán már be is fejeztem, gumi nyomás. Hogyha egy hétig áll a motor, már akkor is gumi nyomás. Miért? Gumi nyomásokat úgy találták ki a motorokra,
felnikre, a kerekekre, hogy azzal a gúnyomással lehető leghatékonyabban tudunk megállni, lemutatási felületünk van, ha akkora a kereknyomásunk minden mekkorát a gyár megadott, és legjobb utatási felületünk akkor, hogyha minden lapó, hogyha 2-3 tizedet már eresztett a gumi, akkor már nem olyan. Ezt motoron akkor érezzük, ezt a 2-3 tizedet, hogyha valamilyen pályán gyakoroltok motorra, határokat kerestek. De hogyha mentek A-B-be, nem érzitek ezt a különbséget. Olyan 5 tized az, 4-5 tized az, amit egy motoros már ugye érezhet, hogyha figyel rá, hogy hát, mint egy kicsit taknyolna az elejét. Hát nem is jó ez még. Nem. Mi ezt végezni kell, nagyon fontos lesz ez a 2-3-4-5 tized gumi-nyomás. Tudjátok meg, hogy ha nem tudnátok, milyen motorotoknak a gyári értéke, és arra az értékre minden nagyot előtt, legalább nagyot előtt, de akinek motorja van, vegyen magának otthonra egy pumpát. Végül is egy. Hát az a benzinnyomás mérő, ott simán van egy 5-10 eltérés, két buksz. Igen. Hát nem tudom, én szerintem szuper. Teljes igényen égül, de hogy körülbelül ennyi az, amit. És akkor téged hozzám most egy rendőr motorosnak, amit ki lehet próbálni. Nyáron meg sok. Bármit, természetesen. Hogy egy 30-ös motoros csapat. És hogy akarod lezárni? Érted, milyen szabályok vannak? Mert ugye, csak nem tudjuk, és nem. Majd a rendőr lezárultat. Mi nem zárultat? Nem. 35-ben motoros, hogy megy át egy fiúkat? Hát, a szabályokat is nézzük egy kockán, akkor sehogy sem. Utat lezárni megvan, hogy kinek lehet. Lezárhat első a rendőr, a tűzoltó, lezárhat a útirányító, a vasúti, a logikát követve célszerű. Tehát mi is van egy 20-30 fős, több mint 6 fős motoros csapat, akik együtt mennek valahova, akár csak Demeterbe is, vagy akár Isztriába, bárhol. Ők jobban nézik azt, hogy ők együtt közlekednek, betartva mindenféle teszszabályt, hadd menjenek már együtt, csak azért, hogy ne szakadjanak szét. Ők ezt jobban érzik, viszont nem tehetik meg azt önhatalmulag, hogy lezárnak bármilyen keresztőrést, hiszen ha ezt megtehetnék, akkor mi volna az elhatárolás afelé, hogy aki esküvői menetben közlekedik autóval, és csak heten vannak, ők miért tegyék ezt meg? Nem lehet gyakorlatilag. Ha szükséges mindenképpen az, hogy egy motoros társaság együtt menjen, és az útkereszteződések miatt az esküvőket ne kelljen megadnia, arra is van lehetőség a rendőrség felé, hogy aki az utat jogosult kezelni, használni, közútkezelős, papíros, minden rendőrség ezt megteszi. Nem olyan olcsó él. Vannak díszabása is ennek a dolognak. De az autósok egyébként már figyelnek rá. Tehát túl azon, hogy abszolút nem szabályos, hogy egy sárga mellényes motoros beáll a kereszteződésbe, mihelyes látja egy autós, hogy ott közlekednek, hogy valaki ott áll, sárgába is integet nekik, hogy ne menjél. Reméljük, hogy meg fog állni. De ha mégis ebből lenne egy baleset, ne adj Isten, ha mégiscsak annyi történne, hogy az index tudat letölték azokat, amin ott áll és indegesz volna, nem tudnák kimászni belőle jól.